28. fejezet. Ámon hivatalában, a parancsnoksági épületben két gépíró dolgozott. Egyikük német fiatalasszony, bizonyos Frau Kochmann. A másik egy Mietek Pemper nevű tanult, ügybuzgó fogoly. Pemper egyszer majd Oszkár titkára lesz, de 44 nyarán Ámonnál dolgozott, és ide került sorstársaihoz hasonlóan ő sem ítélte rózsásnak a helyzetét. Véletlenül került közvetlen kapcsolatba Ámonnal, akár csak Helen Hirsch, a cselédlány. Valaki Ámon figyelmébe ajánlotta Pempert, s ezt követően a hivatalába rendelték. A fiatal fogoly könyvelői tanfolyamot végzett. Értett a gépíráshoz, valamint lengyelül és németül is tudott gyors írni. Emellett közismerten kiváló emlékező tehetséggel rendelkezett. Mindeme képesség birtokában tehát Ámon plasóvi parancsnokságára került Pemper, és Ámon időnként a villájába is elhívatta, hogy diktáljon neki. A helyzet iróniáját példázza, hogy Pemper pontos emlékező képessége minden más fogoly memóriájánál nagyobb mértékben járul majd hozzá Ámon felakasztásához Krakkóban. Pemper azonban nem bízott ennek az időnek az eljövetelében. Ha 1944-ben ki kellett volna találnia, ki lesz az ő szinte tökéletesnek mondható emlékező tehetségének a legvalószínűbb áldozata, azt mondta volna, hogy maga Mietek Pemper. Pempert kisegítő gépíróként foglalkoztatták. Bizalmas természetű iratoknál a Mieteknél jóval gyengébb képességű és lassan dolgozó Frau Kochmant vette Ámon igénybe. Időnként azonban megszegte e szabályt, és a fiatal Pemperrel iratott le bizalmas szövegeket. S mialatt írótömbbel a térdén Ámon íróasztalával szemben ült, egymásnak ellentmondó sejtelmek vonták el Mietek figyelmét. Egyik azt súgta, hogy mindezek az emlékezetében pontosan tárolt bizalmas jelentések és előterjesztések koronatanúvá léptetik majd elő abban a távoli jövőben, amikor ő és Ámon bíróság előtt látják viszont egymást. Másrészt meg azt gyanította, hogy Ámonnak végül úgy kell majd törölnie őt az élők sorából, ahogyan titkos anyagú hangszalag szövegét szokás idővel törölni. Mietek ennek ellenére nem csak saját magának készített elő géppapírt, másolópapírt és indigót reggelenként, hanem a német nő számára is egy tucatot. Miután az végzett a gépeléssel, Pemper úgy tett, mintha eldobná az indigókat, valójában azonban megőrizte és végigolvasta őket. Feljegyeznie semmit sem kellett, hiszen iskoláskora óta bízhatott jó memóriájában. Tudta, hogy ha az a bizonyos bíróság egyszer majd összeül, és ő Ámonnal szemben találja ott magát, bizonyítékainak pontos adataival elképeszti a parancsnokot. Pemper néhány megdöbbentő tartalmú titkos iratot látott. Olvasta például a nők korbácsolásáról intézkedő közleményt. Felhívták a táborvezetők figyelmét, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal kell-e fenyítést alkalmazni. Minthogy az SS személyzet számára megalázó lenne az ebben való részvétel, cseh nőknek kell megkorbácsolni a szlovák nőket, szlovákoknak meg a cseheket. Ugyanilyen célból kell oroszokat és lengyeleket is összepárosítani. A parancsnokok agyaljanak ki további lehetőségeket is a nemzeti és kulturális ellentétek kiaknázására. Egy másik közlemény figyelmeztette őket, hogy a parancsnokoknak személy szerint nincs joguk halálbüntetést alkalmazni. A birodalmi állambiztonsági főparancsnokság jóváhagyását kell táviratilag vagy levélben kérniük. Ámon így járt el tavasszal két zsidó esetében, akik megszöktek a vjelicskai altáborból, és akiket akasztás általi halálbüntetésre javasolt. Az engedély táviratilag jött meg Berlinből, és Pemper megjegyezte magának, hogy dr. Ernst Kaltenbrunner, a birodalmi biztonsági főhivatal főnökének a neve szerepelt aláíróként. Most pedig áprilisban a Glückstábornok alá tartozó D. ügyosztály munkaerőelosztó részlegének főnöke, Gerhard Mauer leíratát olvasta Pemper, amelyben felkérte Ámont annak közlésére, hogy hány magyar tud átmenetileg befogadni Plasovba. Az volt a terv, hogy a transportot a Krupp fiók vállalataként működő német fegyvergyártó üzembe a DAF-ba irányítják, amely ágyúlövedékek gyújtószerkezetét állítja elő a hatalmas auschwitzi gyárkomplexumban.
Mivel Magyarországot nem régiben szállták csak meg a németek, e magyar zsidók és ellenállók jobb egészségi állapotban voltak, mint azok, akik már évek óta gettóban vagy börtönben éltek. Váratlan nyereséget jelentettek tehát az auschwitzi üzemek számára. Mivel a DAF sajnálatos módon nem készült még fel az elhelyezésükre, a D-ügyosztály hálásan venné, ha ennek megtörténtéig a plasovi parancsnok be tudna fogadni egy, legfeljebb 7000 főből álló csoportot. Gött, Pemper által látott vagy legépelt válaszában közölte, hogy Plasovban nincs több férőhely, és további építkezésre szolgáló üres terület sem maradt az elektromos drótkerítésen belül. Ámon azonban 10000 főnyi átmenő foglyot is el tudna szállásolni, ha A. engedélyt kapna a tábor termelő munkát nem végző tagjainak a megsemmisítésére, és B. ha egyszer s mind két embert fektethetne egy pricsre. Maurer válaszlevelében leszögezte, hogy tífusz veszély miatt nyáron nem lehet megkétszerezni a barak lakók számát, és hogy az előírások szerint mindenki számára legalább 3 köbméter levegőt kellene biztosítani. Az első lehetőség alkalmazására hajlandó azonban Götöt felhatalmazni. A D-ügyosztály tájékoztatni fogja Auschwitz-Birkenaut, vagy legalábbis e hatalmas intézmény likvidáló részlegét, hogy számítson a Plasovban kiselejtezett foglyok odaérkezésére. Ugyanakkor intézkedés történik az Ostbahnon történő elszállításra, és természetesen arra nézve is, hogy a marhavagonokat a fővonalról leágazó vágányon közvetlenül Plasov kapujáig irányítsák. Ámonra a kiválogatás feladata várt tehát a táborban. Maurer és a D-ügyosztály áldásával ugyanannyi életet fog egyetlen nap alatt kioltani, amennyit Oskar Schindler a maga fortéjaival és féktelen költekezésével menteni igyekezett az Emáliában. Ámon a Die Gesundheitsaktion egészségügyi művelet nevet adta e kiválogatásnak. Olyan formán bonyolította le, mintha falusi nagyvásárról lenne szó. Mire május 7-én, vasárnap reggel elkezdődött, megfelelő munkát minden fogolynak felirású zászlókkal aggatták tele az Appelplatzot. A hangszórók népdalokat, Strauss keringőket és érzelmes melódiákat harsogtak. Alattuk asztalt helyeztek el, amelynél dr. Blanke SS orvos dr. Leon Grosszal és jó néhány írnokkal foglalt helyet. Blanke egészségről vallott felfogása épp oly sajátságos volt, mint a többi SS orvosé. A rabkórházakat azzal a módszerrel szabadította meg az idült betegségben szenvedőktől, hogy benzolt fecskendezett a vérükbe. Ezeket az injekciókat távolról sem lehetett könyörületes halálba segítésnek nevezni. A betegnek rángó görcsei támadtak, amelyek negyed óra múltán fulladásos halállal végződtek. Marek Bieberstein, a Judenrat egykori elnöke, a Montelupig fegyházban töltött 2 év után Plasovba, ott pedig szívelégtelenség következtében a Krankenstúbéra került. Mielőtt Blanke a benzolfecskendővel odaérkezhetett volna, dr. Ideg Schindel, annak a genyának a nagybátyja, akinek láttán akkora áramütést érzett 2 évvel ezelőtt Schindler, több kollégájával együtt Bieberstein ágyához lépett, és irgalmasabb módon cián injekcióval szabadították meg a további szenvedéstől. Ma pedig az egész fogolytábor kartotékanyagától körülvéve Blanke barakkonként vette sorra a foglyokat, és amikor egy sorozat kartotéklappal végzett, elvitték a kartonokat, és újabb nyilvántartókártyák kerültek a helyükbe. Az Appelplatzra érkező foglyokat utasították, hogy vetkőzzenek le. Mesztelenül sorakoztatták őket, és oda-vissza kellett futniuk az orvosok előtt. Blanke és a vele dolgozó zsidó orvos Leon Gross ezt-azt feljegyeztek a kártyára. Rámutattak egyik fogolyra, odahívták a másikat, hogy ellenőrizzék a nevét. A hátrafelé futó foglyokon betegség vagy gyenge izomzat jelét fürkészték az orvosok. Sajátságosan megalázó gyakorlatoztatás volt. Kificamodott hátizületű emberek, például Pfefferberg, akinek hulyár korbács nyelétől rándult meg a háta, krónikus hasmenésben szenvedők, nők, akik vörös káposztával dörgölték pirosra arcukat, mindannyian világosan tudták, hogy az életüket próbálják menteni ezzel a futással.
A fiatal Kinzlingerné, aki Lengyelország távfutójaként vett részt a berlini olimpián, tisztában volt vele, hogy az játék volt csupán. Ez volt az igazi versenyfutás. Émelygő gyomorral, elakadó lélegzettel, hazug muzsika harsogása közben, futva küzdeni az életért. Az eredményt csak következő vasárnap tudták meg a foglyok, amikor ugyanazon zászlók alatt, ugyanarra a zeneszóra újra összecsődítették a táborlakók tömegét. Mialatt neveket olvastak fel, és a Gesundheit akción kiselejtezetteit a térség keleti végébe irányították, megrökönyödés, felháborodás, zsivajgás hangjai voltak hallhatók. Zendülésre számítva Ámon a Wehrmacht krakói helyőrsége segítségét kérte, amely harckészültségben állt most arra az esetre, ha valamelyik fogoly lázongani próbálna. Az előző vasárnapi felülvizsgálat során csaknem 300 gyerekre bukkantak rá, és most, amikor kiragadták őket a tömegből, a szülők olyan hangos tiltakozásban, jajveszékelésben törtek ki, hogy a helyőrség jó részének a Krakkóból odarendelt biztonsági rendőrség osztagaival egyetemben a kordonon belülre hatolva kellett szétválasztani e két csoportot egymástól. Ez a szembesülés órákon át tartott. Az őrség erőszakkal nyomta vissza az őrjöngő szülők özönét, a szokásos hazugságokkal traktálva mindazokat, akiknek hozzátartozói voltak a kiselejtezettek között. Semmit sem jelentettek be, ám mindenki tudta, hogy a túlsó oldalra kerültek nem állták ki a próbát, és semmi jót nem várhatnak. A hangszórókból üvöltő válcerek és kuplék harsogása közben a hangok szánalmas bábeli zűrzavarában kiáltoztak át egyik csoportból a másikba. Harry Rosnernek, aki maga is gyötrődött táborban bujkáló fia Oleg miatt, groteszk élményben volt része. Összeakadt egy fiatal SS katonával, aki könnyes szemmel fakadt ki az itt történtek ellen, és megfogadta, önként jelentkezik a keleti frontra. A tisztek üvöltözni kezdtek, hogy ha az emberek nem fegyelmezik magukat, elrendelik katonáiknak, hogy nyissanak tüzet. Ámon alkalmasint abban reménykedett, hogy egy indokolt lövöldözés tovább csökkenti a túlzsúfoltságot. A válogatás végeztével 1400 felnőtt és 268 gyerek állt fegyverek gyűrűjében az Appelplatz keleti szélén, Auschwitzba történő azonnali szállításra készen. Pemper látni fogja és emlékezetébe vési e számokat, amelyek nem feleltek meg Ámon várakozásának. Jóval nagyobb eredményben reménykedett, de még így is kellő mennyiségű hely szabadult fel nagyszámú magyar időleges befogadására. Dr. Blanke kartotékjai nap lassóvi gyerekeket nem vették olyan pontosan nyilvántartásba, mint a felnőtteket. Sokan közülük rejtek helyen töltötték a két vasárnapot, mivel ők is, szüleik is ösztönösen érezték, hogy egyrészt életkoruk, másrészt nevük és egyéb adataik hiányzása a tábor nyilvántartásából kézenfekvő célponttá tenni őket a kiválogatás folyamatában. Oleg Rosner az egyik barak tetőzetében bújt el a második vasárnapon. Két másik gyerekkel együtt, halálos csendben, vizeletüket visszatartva töltötték a gerendák fölött az egész napot, a foglyok apró csomagjai, tetvek és a tető alatt élő patkányok között. A gyerekek ugyanis épp úgy tudták, mint bármelyik felnőtt, hogy az SS és az ukránok gondosan elkerülik a gerendázat fölötti térközöket. Tífuszveszélyeseknek tartották e helyeket, és dr. Blankétől úgy értesültek, hogy a bőr repedéseibe jutó legparányibb tetű ürülék is előidézheti a fertőző betegséget. Néhány blasóvi gyereket hónapokon át a férfiak börtöne melletti barakban bújtattak, amelyen ez a felirat állt, Achtung tífusz. Ám ezen a vasárnapon a tífuszbacillus terjesztő tetveknél jóval nagyobb veszélyt jelentett Ámon egészségügyi akciója Oleg Rosner számára. A tömegből aznap kiválasztott 268 gyerek közé olyanok is bekerültek, akik az akció kezdetén rejtek helyeken bújtak meg. Minden blasóvi gyerek a maga vagány észjárásával kiszemelt valamilyen kedvelt búvóhelyet. Voltak, akik a barakkok alatti mélyedéseket választották, mások a mosókonyhában vagy a gépszín mögötti pajtában húzódtak meg. Számos ilyen búvóhelyet azonban most vagy múlt vasárnap felfedtek, s így nem szolgáltak többé menedékül. Egy további gyerekcsoportot viszont gyanútlanul odahoztak az Appelplatzra.
Némelyik szülő ismerte ezt vagy azt az altisztet. Egy ízben Himmler is panaszkodott, hogy a kivégzéseket a legnagyobb lelki nyugalommal végrehajtó SS Oberscharführereknek is, akár egy iskolai játszótéren, megvannak a maguk kedvencei. Egyes szülők úgy gondolták tehát, hogy ha gyerekekről van szó, segítséget lehet kérni egy-egy ismerős SS katonától. Előző vasárnap egy 13 éves árva gyerek biztonságban érezte magát, mivel korábbi névsorolvasások alkalmával felnőtt fiatalemberként szerepelt. Mesztelenül azonban nem tudta leplezni gyermeki mi voltát. Utasították, hogy öltözzön fel, és a gyerekek csoportjába osztották. Az Appelplatz túloldalán álló szülők az összeterelt gyerekeik miatt jajveszékeltek. A hangszórók az Anyu vegyél nekem pónilovat című érzelgős dalt bömbölték. Mamacsi, wir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamacsi, solches Pferd wollt ich mir. És ez idő alatt a fiú ugyanattól a csalhatatlan ösztöntől vezetve, amely a piros kabátos kislány lépteit is irányította a Plackotin egykoron, minden további nélkül átlépett egyik csoportból a másikba. És akár csak Piroskát, őt sem kapta rajta senki sem. A gyűlöletes muzsika harsogása közben felnőttként áldott a többiek között, miközben hangosan dobogó szíve csak nem szétvetette bordáit. Majd bélgörcsöket tettetve megkért egy őrt, hogy engedje ki a latrinára. A hosszú latrinák a férfi tábor mögött helyezkedtek el. Az odaérkező fiú átlépett a deszkán, amelyen férfiak szoktak székelés közben ülni, és két kezével a gödör szélébe kapaszkodva beleereszkedett, talpalatnyi helyet keresve a falban, amelyben térdével, lábujjaival megkapaszkodhat. Elkábította a bűz. Legyek lepték el száját, fülét, orjukát. Amint a nagy tömeg undokságon keresztül a gödör aljához ért, hallucinációnak vélt hangmora ütötte meg a fülét a legyek heves támadása mögül. Nyomodban vannak? Kérdezte egy hang. Mire egy másik? Vigyen el az ördög, ez a mi helyünk! Rajta kívül 10 gyerek volt még ott. Ámon jelentésében a Sonderbehandlung, különleges bánásmód kifejezés szerepel. A későbbi években közismert lesz ez az elnevezés, Pemper azonban most bukkant rá első ízben. A szónak kétségkívül megnyugtató, sőt gyógyító csengése volt, de Mietek már tudta, hogy ilyesmiről szó sincs. Az Auschwitzba továbbítandó távirat, amelyet Ámon aznap reggel diktált, világosan értésére adta, mit jelente kifejezés. Ragaszkodik hozzá, közölte a szöveg, hogy a szökés megnehezítése érdekében a különleges bánásmódra kiválogatottak civil öltözékük minden megmaradt darabját vessék le a sínek mellett. Helyébe csíkos rabruhát öltsenek magukra. Mivel azonban ez az öltözék fölöttébb szűkös mennyiségben áll rendelkezésre, amint a különleges bánásmódra kiszemelt plassóviak Auschwitzba érkeznek, fegyencruhájukat további felhasználás véget, azonnal vissza kell küldeni a plassóvi koncentrációs táborba. S az összes plassóvban maradt gyereket, akik közül legtöbben a nyurga árva gyerekkel együtt a latrinában rejtőztek, avagy máshol bujkáltak, esetleg felnőtteknek adták ki magukat, további kutatások során megtalálták, és az Ostbahnhoz szállítva egy álló napig tartó utazással a 60 kilométerre fekvő Auschwitzba irányították. A marha vagonokat tehát arra használták a nyári hónapokban, hogy csapatokat és ellátmányt szállítsanak keletre, a Lvov mellett megtorpant harcvonalhoz. Visszafelé pedig mellékvágányokon vesztegeltessék őket, mialatt SS orvosok figyelik az előttük felsorakozó csupasz emberek véget nem érő sorainak futását.